Szias! Szevasz, üdvözlöm mindenkinek ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Nemrég értem az a munkába, képzeld el. Még most már egy ide azért, hogy is elmentem a Lukasz tér, megebédeltünk a hajmat, nem vágtam le, pedig már terveztem körülbelül, nem tudom, egy hete most már biztos. Elég hosszú kezd lenni. Bár tudom, hogy nem olyan hosszú, ilyen hosszú-hosszú, de engem ugye zavar, mikor ilyen hosszúkás. Amúgy nem tudom, láttátok el, vagy nem, most annyira nem vagyok megborotválkozva. Vagy nem annyira egyáltalán nem vagyok megborotválkozva, de szerintem nem olyan piros az arcom. Nem lehet látni? Most pont egy picit piros. Minden kamerám mindig pirosra van, úgy délőben nem annyira. Ugyanis nem így borotválkozok most már, hanem ilyen géppel, képzeld el. Próbáltam ezt a gépet, és azt mondom, hogy allergiás voltam. Vagy a hab, nem a habra nem, mert próbáltam több habot ugye kipróbálni az arcomra. De ez az elektromosabb borotválkozó után nem piros az arca, egy nagyon picit. Úgyhogy lehet, hogy az volt a baj. Lehet, hogy amikor húzogattam ugye a borotfát, vagy én nem tudom, és kipirisította az arcomat, a kamerán nem tudom, hogy miért, de mindig pirosabb az arcom, mint élőben. Na mindent, nem azt akartam mondani, hogy a Davisnek ugye most lesz a születésnapja, ugye a Davis nincs itthon, a szüleimnél van, a Lukasz az itthon van, nem sokára majd cserélünk, ő megy oda, a Davis jön haza. Na mindent, és a Davisnek most lesz a születésnapja jövő héten, kapott kettő darab, még nem kapott, kettő darab játékot fog kapni, legalábbis ilyen PlayStation-es játékot. Mutatom ezt a Legósat, látod, ezt a... Csak a feleségem kölyök, mert megint beteg. Lego City-st, meg ezt a... Az Incredibles játékot. Ezt a Legosat, ezt az újat. És a kérdésem a következő. Ki játszott ezekkel a játékokkal? Jók, vagy nem jók? Lego játék, tehát a Davisnek biztos, hogy tetszeni fog. De a Lego City az ugye régebben jött ki. És iPad-en próbált vele játszani, de iPad nagyon nem tudott vele játszani, gondolom nagyon nem lehet vele. Ez meg szerintem hasonló, mint a többi ebben, nem tudom, építeni kell, vagy mit kell. Rettentőről régóta nézegette a Davis ezt az boltban mindenhol. Úgyhogy mondtam, hogy maximum születésnapra, hogy karácsonyra megkapja. Úgyhogy gondoljátok, hogy a videó alá írjátok meg, hogy ti játszottatok-e már vele, vagy nem, meg hogy milyen nehéz. Amúgy biztos, hogy a Lukasz is fog neki segíteni, meg én is. Már ezekkel a játékokkal általában tud játszani, ezekkel a Star Wars-osokkal. Ugye rettentő sok ilyen Lego játéka van neki, csak jövök be ide hátra. Kikapcsolta. És éppen elment, nem olyan túl régen a Davis, és itt hagyott mindent, látod. Van ez a Legos, ez a Marvelos, aztán van ez a Star, mutatom inkább. A Star Wars-os, aztán ezzel nem játszik, ez a Watch Dogs. Az 18 év felettieknek van, látod? Nem a Davisnek. Már ez is, nem hiszem, hogy 3 éveseknek való, na mire? De játszik vele. Itt van Lukasz is. Szervusz! Mi a helyzet? Mi van? Alszol? Nemrég jött haza az iskolából, mi? Hogy az idő, mutatom milyen. Kezded el, kezd felősödni, és lehet, hogy jön az eső. Bár nem mondott nagyon esőt. Közben mi lassan készülünk, ugyanis megyek el. El kell mennem a postára, képzeld el. Aztán, ezt el majdnem itt hagytam, látod? Itt az asztalon el kell, hogy dugjam. És most már nem lehet, lesz a születésnapja, de nem most a hétvégén, hanem majd jövő héten. Nem is tudom, hogy hol raksam. Ide bele vissza a szatyorba. Ami kézzel le volt árazva. Melyik? Ez a Legos. Fél ára le volt árazva. Rettenten örültem neki. Ide lerakjuk a kamerát az üvegre. Aztán kapad ilyen. Na. Rendes Lego játékot, és képzeld el, múltkor kapott egy ilyen repülőt, ami nem tudom, hogy fel, hogy hol van, mert darabokban mindenhol fekszik a földön. Összeraktam neki, vagy 10-szer, de mindig szétszedés, nem bírja ugye még összerakni. Mutatom. Látod például itt egy darab, ott egy darab, mikor az ilyen figurás darab, meg a szűnyeg tele volt, de azt mondom, hogy a feleségem összeszedte. Mindenhol Lego. Rettentően szeret legózni. Nézd, itt is Lego. Na itt a repülőnek az eleje, az orra. Aztán nem tudom, majd biztos hol megtaláljuk a repülőt ilyen darabokba. Ugye régen annyira nem szerettem legózni, az öcsém az rettentően szeretett legózni, nem annyira, úgyhogy a Davis az meg szeret. A Lukasz sem szeretett annyira legózni. Na minden, úgyhogy én azt mondom, hogy összeszedem magamat, már még van egy kis időnk. Megtaláltam a pénztárcámat, kerestem. Amúgy az iPad ugye még mindig megvan, Murka valaki kérdezte, hogy mikor lesz sorsolás, ugye egyáltalán lesz egy sorsolás, látod, itt van még az iPad. Nem tudom, hogy mit csináljunk vele, ugyanis ugye múltkor úgy volt, hogy kisorsoljuk, mert nézd, még mindig működik. Látod? Tudod, mikor lesz feltöltve? Mikor mondtam?
Mikor mondtam, hogy kisorsoljuk, vagy ne sorsoljuk, vagy mit csináljuk, ledaráljuk, akkor feltöltöttem, és még mindig jó. Pedig az már mikor volt, még mielőtt elmentünk ugye nyaralni Amerikába, ami most már egy több mint egy hónapja volt. Úgyhogy elég jól bírja az akkumulátor, annyi, hogy össze van törve, mert utána sokan mondták, hogy ilyen szemeted akarok kisorsolni, össze van törve, kell a fejének, dob ki a francba. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy nem sorsoljuk ki, hanem kidobom a kukába. Majd meglátjuk, nem tudom, mit csinálok vele. Bár mondtam, hogy biztos sokan örülnek neki, amúgy van egy ilyen másik fajta telefon is, amit lehet, hogy majd sorsunk, ez nincs összetörve. Ma meglátjuk. 100 000-nél. Ma lehet, hogy telefont sorsunk, iPad-et sorsolunk, mindenféle fajta dolgot sorsolunk. Ugye nem tudom, hogy mit csinálunk, mert ugye 100 000 feliratkozótól nem túl messze vagyunk. 90, megmondom mennyi van. 93 900, már ezt frissítünk. 93 000, mutatom inkább. 93 929, oda néz, feliratkozó van a csatornán, te! Most már nem sok kell a 100 000-hez, mindjárt fókuszba jövök, nem sok kell a 100 000-hez, és akkor kapjuk azt a nagy gombot, ugye azt az ezüst YouTube gombot. Úgyhogy, ha még nem vagy feliratkozó és tetszenek a videók, akkor nyugodtan nyomjál egy ilyen feliratkozó gombot, ugye? Meg egy szeretést is a videóra, hogy minél előbb elérjük a 100 000-et, és elérjük a 100 000-et, lehet, hogy akkor sorsolunk. Ahogy mondtam, van itt, az iPad-et nem tudom, hogy kisorsoljuk, vagy nem. Van egy telefon, amit nem használunk, ezt nemrégen vásároltam, körülbelül egy ilyen 3 hónapja, használtam, nem olyan túl sokat, még az a másik telefonom előtt. Na minden, az a lényeg, hogy nem használom, senki nem használja, és nem tudom, mit csinálják vele, annyi a baja, hogy le van zárva a hálózatra, tehát ilyen hálózat függő, vagy nem tudom, hogy kell ugye mondani magyarul, úgyhogy nem tudom, hogy sok mindent mit lehet vele csinálni, ami ilyen Optus telefon. Nem tudom, hogy jó-e vagy nem, szerintem jó. Amit akartam mondani, most már sok ember megnézte ugye az amerikai videókat, ugye amikor elmentünk nyaralni. Rettető sok embernek tetszett, főleg így az elején, ugye mindenki örült, mindenki jót kommentált, aztán egy később jöttek a, most már inkább jönnek ezek a rossz emberű, nem kinézetű, lehet, hogy kinézetű is, de olyan rossz emberű ember, na minden. Aki kommentálnak mindenféle fajta ugye ilyen rossz kommenteket, hozzászólásokat, amire vártam, én azt hittem, hogy előbb fog ugye ez megtörténni, ugyanúgy, mint minden alkalommal, amikor vettük ugye a Mazdát, az elején mindenkinek tetszett, aztán végén jöttek a sok irigy emberek, ugyanúgy most is ugye, te el nem tudod képzelni, mennyien ilyen kommentet, tehát nem irigy kommentet kapok, de nem azt írják, hogy jaj, de irigy vagyok rád, ugye, azt sose szokták írni, hanem ugye mindenbe költözködnek, és tényleg kaptam egy rettentő ilyen vicces, vagy érdekes kommentet, hozzászólás, ami el is mondom az egészben, miért volt még érdekesebb. Nem tudom, mint mondott, apa kötött bele az illető, hogy hogyan beszélek, mert itt lakok nem tudom hány éve, ugye, egy pár éve talán, mert most látom meg a videókat, és milyen akcentussal beszélek, már rendesen nem is tudok magyarul se, ugye angolul még nem tudni, magyarul meg már nem tudni, ugye ilyenben próbált ilyen belekötni az illető, mert már 15 éve külföldön lakik, és ő mindig rendesen beszél magyarul, ugye én így beszélek magyarul, én nekem nincs akcentusom, tehát nem megjátszom, hogy így beszélek, nem tudom, hogy beszélek, én mindig így beszélek. Amúgy magyarul, ahogy szoktam mondani, csak a szüleimmel beszélek, meg az öcsémmel, senki mással. Ugye a családban senki nem beszél magyarul, csak kivéve a Lukasz egy picit. Na minden, tehát angolul beszélünk, és beszélek magyarul, én minden nap beszélek magyarul, ugye. De szerintem nincsen akcentusom, a magyart ugye nem tudom elfelejteni, mert hogyan lehet ugye elfelejteni. Na minden, ebbe próbált belekötni az illető. Ami még érdekesebb volt az egészben, képzeld el, hogy itt lakik, Melbourne-be, képzeld el, egy itteni magyar próbált kötözködni. Ami, én arra jöttem rá, hogyha itt laksz már 15 éve, ugye, és próbálsz kötözködni, akkor nem tudom, én arra jutottam, hogy nem jut be neked az élet, vagy nem jut be ennek az embernek az élet, és hogyha lát egy olyan magyart, akinek bejött, és még itt lakik Ausztráliában, és akkor próbál belekötni. Én azt mondom, hogy általában ezek az emberek kötözködnek, akiknek nem úgy sikerült az élet, vagy úgy alakult, ahogy tervezték, vagy hogy szerették volna, és hogyha látnak egy másik embert, főleg magyart, akkor próbálnak ugye belekötni és leszólni, mindenbe kötözködni. Ami engem ugye nem érdekel, minél többet kommentálsz, mindegy, hogy mit, még hülyeséget is, meg kötözködést. Annál több ember látja ezt, és annál több ember indul a csatornára, annál több feliratkozó lesz, hogy nyugodtan lehet kommentálni mindenféle fajta dolgot, bár ezeket a kommenteket lehet tőlem, tehát írok vissza,
Néha csúnyán is, de ezeket letörlöm, de annyira ugye nem tudnak érdekelni. Néha egy kicsit idegesít, de általában ugye ezeket letörlöm. De ahogy mondtam, hogy itt lakik az illető, amúgy üzlete van neki. Képzeld el, nem tudom, hogy Magyarországon mit vezetett, lehet, hogy Szamarat vagy Kecskét, de üzletet az biztos, hogy nem. Ugyanis megnéztem, képzeld el az üzletet. De ezen kívül ugye voltak máshonnan itt emberek, akik próbáltak kötözkedni meg minden. Mert ugye mindig is lesznek, de nem értem, hogy miért kell ugye mindenbe. Na minden, hagyjuk. Úgyhogy, most nem más csinálok, mi iszok egyet, képzeld el, ugye a feleségem megint beteg, nem tudom, hogy miért, de megint megfázott valamiért. Én meg iszok egyet. Remélem, hogy nem kapom el tőle. Vizemet keresem, de nem a YouTube-ből iszok, hanem minél. Remélem, hogy nem kapom el tőle. Kivettem minél a ládából. Ugyanis nem szeretnék ugye beteg lenni. Hoppá. Itt a vizem, ez a munkás vizem. Itt a garázsban akartam valamit mutatni, ugyanis a múltkor vásároltam valamit, nem más, mint egy hajót. Inkább csónakot, nem hajót, itt volt a garázsban. Gondoltam, hogy kiviszik a vizet, egyszer kivittem a vizet, képzeld el. Mentünk vele, és közben eladtam. Meg meg akartam mutatni, akartam csinálni meg egy ilyen videót, hogy kimegyünk a vízre, valami érdekességet csinálunk, lehet, hogy elmegyünk horgászmerőt, képzeld el, horgászbottal. Lehet, hogy erről beszél szerintem az ember, hogy néha össze-vissza beszélek, és ezért nem beszélni, hogy már magyar angolul, meg még nem, mindjárt. Úgy beszélek angolul. Mit akartam mondani? Ja, horgász volt, jött, gondoltam, hogy elmegyünk horgászni, meg ezzel a rákos, mi a fenével, tudod, az a rák, amivel lehet rákot is fogni. Na mindjárt. Gondoltam, hogy elmegyünk, és egy jó videó lenne belőle, de képzeld el, nem olyan túl régen, körülbelül 3 órával ezelőtt. Ja, körülbelül 3 órával ezelőtt elvitték. Na mindjárt, majd nézzek egy másikat, miért jöttem ide? Jó, ezért jöttem ide. Mondnak nekünk, ugye én festő vagyok, házakat festek, és megvan ilyen festék, mindenféle fajta, látod, ilyen festék. És ezzel nem tudunk mit csinálni, ugyanis nem kell senkinek a kukába, nem tudod kidobni. Na várj, ebben megyek ki addig. A kukába nem tudod kidobni, mert nem viszi el a kukás, a szemetes, sehol nem tudod elrakni, és ugye minden munkáról megmarad. Ugye arra gondoltam, mivel sehol nem tudjuk elrakni, nem tudunk rajta túladni, mindig csak így gyűlik, amúgy el lehet vinni helyre, ahol néha el is szoktuk vinni, ilyen gyűjtő helyre, ahol külön ki kell borítgatni mindent, na mindegy, nehézkes. Arra gondoltam, hogy egy új üzletet nyitok belőle, és eladom, tehát szemétként vagy valamiként, lehet, hogy valakinek ugye szükséges, vagy nem szükséges, de szeretne, úgyhogy ilyen nagyon-nagyon olcsó pénzért inkább eladom a szemetet, vagy megmaradt festéket. Hát, ha valakinek kell, na mindegy, ez az üzlet ma jött így bele a fejembe, gondoltam, hogy megpróbálom. Na, úgyhogy most húzom magamat, húzom a kulcsomat, aztán a mai videót lehet, hogy lassan befejezem, és lehet, hogy túl sokat beszéltem. Ilyenkor, amikor nincsen videó, és is, hogy elkezdek videózni, csak jön belőlem a hülyeség, és elkezdek beszélni. Ugye, ahogy mondtam, jövő hónaptól valószínű, hogy nem lesznek videók, ugyanis egy kis szünetre megyek, vagy mennyi időre nem tudom. Lehet, hogy egy hónapra, vagy kettő, vagy három, vagy karácsonyig fogalma nincsen. Mert azon is gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha mondjuk heti vagy havi egy videó lenne, ugye, és visszajön ez a valami ötös sorozat, ugye, ami régen szoktunk csinálni, és van egy pár ötletem. Nem tudom, gondoltam, hogy valami érdekesebb videókat készítek, ugyanis most nem tudom, ilyen nyaralás után, ugye, ahogy a múltkor mondtam, semmi olyan érdekes dolog nem történik. Tehát amikor elmentünk nyaralni, akkor ugye mentünk mindig mindenfelé, és érdekes dolgokat tudtam mutogatni. Itt meg ugye vissza az életbe, tehát nem megyek dolgozni az iskolába, haza. Nem tudom, nekem ez nem annyira érdekes most már. Ugye 4 éve, képzeld el, 4 évvel kezdtük a csatornát, vagy kezdtem a csatornát, és azóta ugye nem vlogolásra kezdtem mindjárt, de rá aztán 1/2 évre elkezdtem ugye rendszeresen vlogolni, és én azt hiszem, hogy most már mindent megmutattam Ausztráliába, legalábbis itt a környéken, amit tudtam. De megyünk nyaralni, képzeld el, úgy néz ki, hogy megyünk Sydneybe szeptember végén, október elején, úgyhogy ilyen nyaralós videó, ugye megint megyünk nyaralni. Nyaralós videó lesz megint valószínű, úgyhogy azok valószínű, hogy érdekesek lesznek, úgyhogy ott biztos, hogy fogok videózni, meg ahogy mondtam, lehet, hogy visszajön valami öt, majd meglátjuk. Ami is múlkor sok ilyen ötletem volt a valami öthöz, de azt se tetszett ugye mindenkinek. Tehát nem tudom, mindig olyan videót nem tudok csinálni, hogy mindig mindenkinek valami ugye tetszem, de majd meglátjuk. Mi lukasz, mi legyen? Visszajön a valami öt egyszer? Mi? Valami öt. Én várok, ja. Te várod? Ja! Miért, azok olyan jók voltak? Ja, és az odalent. Odalent? Az nem jön, mert ugye az volt, mint a valami öt. Ja. Csak másnak hívtuk. Na mindjárt. Valami öt negyedik év volt. Ja, de, nem, de valami, ez nem valami öt lesz, mi lesz a neve? Mi?
Hiszed vagy nem? Vagy mered vagy nem mered vagy nem? Mit akartam már? Volt múltkor egy... Nem, mi lenne ha? Ez lenne az új neve, nem? Mi lenne ha? Jó, te csinálod. Volt ilyen sok ötletem, te... Átverés is ötletes, meg mindenféle fajta ötlet. De nem minden, majd meglátjuk. Ugye általában ezek a videók tetszenek azoknak a nézőimnek, akik ugye fiatalabbak, de akik egy kicsit idősebbek, mondjuk ilyen én korom, azok meg idősebbek, ugye nekik nem biztos, hogy annyira tetszik, bár mindenki talán a nyarós videó jobban tetszik, főleg ugye megyünk Sydneybe, ugyanis sok mindent le fog tudni majd filmezni az út közben is, tehát nem csak ugye itt a gólkoztam mi környékünkön a tengerparton, hanem kint a semmi közepén, nem annyira semmi közepe végül is, mert nem a semmi közepén, mert nem arra felé megyünk, de na milyen, meglátjuk. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem. Én semmi érdekeset nem tudunk csinálni, én mondjuk felveszünk a Davist. Hazajövünk, vacsorázunk és nem megyünk aludni. Holnap meg megyünk dolgozni. Na ugye, úgyhogy, mára ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt. Jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, vagy szoktam mondani. Sziasztok!